Szempia Lafro, Csellár Réka. A legyőzhetetlen. Magyar hangok. Vitai András, Kassai Károly, Simon Mari, Spilák Klára, Szokol Péter, Győri Péter, Holnándor, Boros István, Németh Gábor, Schallinger Gábor. Magyar szöveg Varga Marian, hangmérnök Kendi Lajos. Gyártásvezető Ozorai Katalin. Szinkronrendező Kozma Mari. Zenét szerezte Todd Hahn. A szinkron a Driving 2000 megbízásából a Havas BT-t készítette. Fényképezte Phil Coon. Forgalomba hozza a Driving Kft. Producerek Gáspár Sándor, Takács István és Völgyi László. A forgatókönyvet írta Robert Wasser és Steve Harper. Rendezte Godfrey Hall. Nem tudom, mi történhetett. Paul annak idején annyira gyöngéd volt, de megváltozott. Most erőszakos. Néha még meg is üt. Paul azelőtt műszerészként jól keresett. Most meg csak verekszik. Úgy értjük, hivatásos boxoló lett? Nem, ez teljesen más. Brutális. A pénzért verekszik, néha a ringben, néha máshol. Az ilyet úgy hívják, hogy halálmeccs. Anna, ha úgy érzi, veszélyben van, meg kell védenie magát. Még azon az áron is, hogy elhagyja pont. Nem is tudom, én... Nem hiszem, hogy beleegyezne. Nem tudna esetleg beszélni vele? Én lennék a legoldogabb, ha hajlandó volna rá. De nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez olyas valami, amire neki magának kell, hogy igény legyen. Jelen pillanatban azt kell tenni, ami a legjobb önnek. Esetleg... Van olyan ismerőse, aki befogadná? Segíthetek? Persze! Ide a pénzt! Elnézést, szeretném ezt kifizetni. A cég ajándéka, öcsém! Au. Nem esett bajod? Biztos? Igen. Hol a pénz? Mondd csak! Az enyém is a cég ajándéka? Kizár dolog, seggfej! Neked fizetned kell! Ez nem igazságos. A gyereknek odaadtad ingyen. Vagy lehet, hogy csak pikkelsz azokra, akik veled egyméretű ruhát hordanak? Igaza van, nem kéne kivételezned. Na jó, nagyfiú, elvért mindent ingyen. Gyerünk, nagyfiú! Ezt kap ki, te rohadék! Ezt kap be, szamuráj. Gyere, Vánik, mennünk kell. Mi történt? Gyakorolok, hogy ne jöjjek ki a formából. Feljelentelek a főnöködnél, Benisztó. Persze, persze, na pofa be... Biztos, hogy ezt akarod? Hogy van a bordád? Ki vagy te az anyám? Ellen, mekkora az esélyünk, hogy megnyerjük? Még az a van, átszúrhatja a tüdődet, halasszuk. Nem lehet, most már nem fordulhatunk vissza. Na igen, te már itt vagy. De hol lehet a vezérünk? Igen, hol van? Ott vanni. Ha Krisztus
Kriszti azt mondja, hogy meggyógyult. Én hiszek neki, jó? Igazán kedves tőled. Hé, bébi, keményen szereted? Szerintem halasszuk el a harcot, és menjünk fel a lakásomra. Mire az összes fogat megtalálod, semmi időnk nem marad. Szóval úgy döntöttél, hogy kiállsz? Igen, úgy döntöttem. Rendben, a szabályok változatlanok. Itt a pénz. A nyertes mindet megkapja. Kész vagytok? Diablo, úgy tűnik, vesztettél. Bizony. Most magára sor. Ügyesen verekedtél. $600. A rendőrség! Állj! Jimmy, szerinted hova a fenébe megy? Gyere, öreg, ha jól tudom, biológia órán van. Arra felé van a természettudományi kar, gyerünk! Menjünk! Ott van! Hé, hey, Karen! Szia, Karen! Szia, Karen! Hello, fiú, mit kerestek itt? Nehogy azt mondjátok, hogy Kriszti rávett benneteket, hogy jelentkezzetek? Nem, magunktól jöttünk, de nem vettek fel, azt mondták, túl magas az ikunk. Ami azt illeti... Ami azt illeti, nem beszélgetni jöttünk. Krisztinek szüksége van a segítségedre. Oh. Molly, majd később megbeszéljük. Szevasztok! Mi történt? Megsérült? Baleset érte? Nem, semmi ilyesmi. Letartóztatták, ennyi az egész. Letartóztatták? Miért? Valami félreértés történt. Igen, félreértés történt. Tudod, néhány fickó összeverekedett az utcán. Igen, és a zsaruk véletlenül Krisztit tartóztatták le. De miért Krisztit? Ő is verekedett? Nem, csak pont rosszkor ért oda. Igen, így történt. Átfésülték a környéket, és mindenkit elvittek, aki 30 alatt volt. Korbéli megkülönböztetés. Szerintem, ha bejönnél a rendőrségre, és meglátnák a zsaruk, milyen gyönyörű húga van, és milyen jól tanul meg minden, biztos, hogy elengednék. Rendben, akkor most mit kell tennünk? Gyere velünk, majd útközben mindent elmesélünk. Ellen, te vezetsz. Karen! Jó napot, Dr. Simmons! Nem jössz be az órára? Ó, elfelejtettem mondani. Megbeszéltem a nővéremmel, hogy ma együtt ebédelünk, igaz? Bizony, igen. Na jó, de remélem legközelebb látlak. Igen, természetesen. És most mit csinálsz? Kutatást végzel az abnormális viselkedés témakörében? De hogy ezek csak a barátai. A rendben. Jövő órán találkozunk. Viszlát. Karen, meglepődtem rajta, te tudsz hazudni? Hát ezt tanuljátok a főiskolán. Jó. Thank you.
teát. Mi a baj? Nem szereti a teát? Van fogalma arról, mennyi ideje várok már itt? Miért? Nem szeret itt lenni. Mégis mit akar tőlem? Már mondtam, hogy nem csináltam semmit. Tudni akarom a többi bunyós nevét, és azt is, hogy ki szervezte a bunyót. Volt bunyó? Egyet sem láttam. Nem? És ezt hol szerezte? Jó, itt marad egész éjjel. Ha akarja, itt maradhat egész héten. Kriszti, miért akar ártani magát? Miért nem szerez valahol munkát és tartja távol magát a bandáktól? Most van munkám, de nem sokáig lesz, ha nem enged ki innen. Van munkája? Igen, van munkám. Hol? A Kék Hold kávéházban, a menn végén. Kriszti, csak nem a kávéházban keresett ennyi pénzt. Hagyjuk ezt. Megmondanák végre, miért gyűjtöttek be? Rendben, szereztem egy kis mellékes pénzt. Nagy ügy. Ki kell fizetni a számlákat, a húgom tandíját a főiskolán. Zsaruk. Miért nem a munkájukat végzik? Gyűjtsék be a gyilkosokat és szatírokat. Ne az ártatlanokat tartóztassák le. Van itt kint egy csinoska kislány, és őt keresi. Valószínűleg a húga az. Az Istenit. Karen ide jött. Van köztük sürgős? Nincs. Néhány verekedésért és csendháborításért letartóztatott fickó, ma már úgysem kerülnek sorra. Tudja mit, Kriszti? Felejtsük el az egészet. Hazamehet. Mi lesz a pénzemmel? Hadd adjak egy jó tanácsot. Ne járjon az utcára. Tovább él. Köszönöm a teát, őrmester. Szívesen. Nagy hibát követtél el, Nick. Nem hiszem. Most az egyszer tévedsz. Ártatlan. Au! Egyszer még híres orvos lesz belőled. Te csak tudod, már jó néhány alkalommal összefoltoztál. Kriszti, miért verekedtél megint? Azt hittem, már nem vagy tagja a Vörös Sárkánynak. Én meg azt hiszem, hogy nem most fogjuk megbeszélni. Nem tehetek róla. Ma börtönből kellett, hogy kihozzalak. A rendőrségen azt mondták, verekedtél. És hazárdíroztál. Nem tudom, mit csinálnék, ha valami történne veled. Semmi nem fog történni. Van néhány pasas, aki megszervezi a bunyókat. Mi pedig fogadunk rájuk. Teljesen veszélytelen. Hidd el! Olyan, mint egy lóverseny. Csak kicsiben. Karen, a pincérnői fizetésemből nem tudnám fizetni a tandíjat. Ezért, amíg meg nem segíthetnék, szerzek munkát. Halasztok egy évet. Nem! Nem! Be fogod fejezni az iskolát. Nem értem, miért ne lehetne. Emlékszel, hogy halt meg anya? Szegény. Nem volt munkája, nem volt férje, sem betegbiztosítása. Amikor beteg lett, nem tudtuk jó orvoshoz vinni. Megígértem neki, hogy a gondodat viselem, és segítelek, hogy elvégezd a főiskolát. Nagyon hiányzik. Tudom, nekem is. De nehogy azt hitt, hogy ezzel vége. Belinfektettem a pénzem. Ha majd egyszer orvos leszel, te fizeted az én tandíjamat. Ó, szegény tanárok. Hadd aggódjak egymagam a tandíj miatt. Csak akkor, ha megígéred, hogy vigyázol magadra, rendben? Rendben. Megígérem. Hey, Em! Szia, Paul!
Milyen volt a meccs? Kemény. Véres. Jól megugráltattam. Legyőzhetetlen vagyok. Fúl szívem, miért nem zuhanyozol le inkább, amíg befejezem a vacsorát? Ne viccelj, bébi. Hol? Kérlek, mindjárt kész a vacsora. De mami, játszani szeretnék. Paul, most nincs hozzá kedvem. Majd én kedvet csinálok, mielőtt még elveszed az enyémet. Paul! Jaj, ne! Paul, ne! 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 Ne, Paul! Gyere, együtt. Meg vagyok éhes. Igen, ezt már szeretem. Hozza be két hét múlva. Hello, Stingray. Viszallásra. Szuper volt az utolsó meccs. Pilli emberei majdnem hanyatestek. Kösz, Lou. Megvan a pénzem? Igen. Kösség. 20 a tiéd. Kösz, Lou, majd jelentkezem. Hé, ne siess úgy! Egy üzletről volna szó. Fili szeretné, ha megküzdenél az emberével. Komoly pénzt helyezett kilátásba. Mennyit? Neked 100 000. Üzsnyél be. Jó. Jut eszembe. Hogy van a feleséged? Gondját viseled? Igen, jól van. Használd ki jól a hétvégét. Hétfőn az edzőteremben. Viszlát, Lou. Ann, megjöttem, baby. Van egy meglepetésem a számodra. Ann! Hol vagy? Itthon vagyok, hallod? Ha elbújtál előlem, kitekerem a pici nyakadat. Ann! Hallasz engem?
Mire olvasod ezt a levelet, már messze járok. A kedvenc vacsorádat főztem. Megszakad a szívem, miközben ezeket a sorokat írom. Mi történt, Paul? Valaha tökéletes volt az életünk. De már nem bírom tovább. A szerelmed durvassággá változott. Az érintésed fájdalommá. Nem vagyok az anyád. Valahányszor maminak hívsz, mintha belém folytanád az életet. Most végre megértettem, amit a pszichiáterem már nagyon régóta mond. Jobbat érdemlek, és elhagylak. Ne aggódj! Visszaadom a legértékesebb ajándékot, amit tőled kaptam. Az anyád zenélő óráját. Ne próbálj megtalálni. Nagyon messze mentem, és nem jövök vissza soha. Em. Nem! 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 En! Ebből nem fogok vigyázni rá. Csak a ma estéről lenne szó. Egy percig sem vagyok hajlandó. Veled akarok lenni, nem a gyerekeddel. Szerinted mit csináljak vele? Tudom is én, szabadulj meg tőle valahogy. De hát a gyerekem. Ha én vagyok mellette, a másodheged is inkább elmegyek. Ne, kérlek. Mama, ne menjek, kérlek. Ne hagyj el, mami. Megígérem, hogy jó leszek. Mami, vigyél magaddal. En, megtalállak. Megígérem, hogy megtalállak. Mi volt ez? Majd én elintézem. Nézd, öregem, fogalmam sincs, hogy ki vagy, de szétrugom a valagadat! Mit művelsz a feleségemmel? Nem vagyok a felesége, uram! Pofa be, Em! Te akartad, öreg! Ja, Istenem, segítsen valaki! Istenem, Sean! Állj fel! Parancsoljanak. Köszönjük. Kér még egy csésze kávét? Igen, kérek. Na, Tiffany, milyen volt a suliban? Jó, kaptam matekból egy ötös. Tényleg? Ó, ez nagyszerű. Mostantól tartanod kell. Maga meg mit keres itt?
Elég jó helynek látszott. És éhes vagyok. Jó. Mit szólna egy kávéhoz, feketéhez? És mosolyogjon. Kérdezősködtem. A történet a húgáról igaznak bizonyult. Én mondtam. Tisztelem a munkáját. És tudom, hogy többre hivatott, mint sem, hogy verekedjen. Mi maga a pályaválasztási tanácsadó? Miért nem tud békén hagyni? Csak segíteni szeretnék. Nincs szükségem a segítségére. Kriszti, nagyon téved. Na fenébe. Mennyibe kerül a kávé? 1,50-be. Kösz. Lesz még valami? Köszönöm, nem. Kriszti! Főnök asszony, mi van? Honnan van ez a pénz? Borra való. Nem rossz, nem adnál kölcsön? Nem. Mi a helyzet? Ha lesz egyszer időd, megszereztük a medvét. Világos? Neked a medvét? Bah, nem világos. Egyébként mi is bunyózhatnánk, ha akarod. Igen, azt mondják, az esély 3-1. Érdekel? Eltaláltad. Szervezd meg. Most vissza kell mennem dolgozni. Később találkozunk. De mi lesz a kölcsönnel? Gyere, tűnjünk el innen. De fiúk! Hagyj abba! Engedjen el! Kérem, az Istenért, hát nem látja, hogy nem vagyok a felesége. Megígérem, hogy senkinek nem mondom el. Kérem. Azt hitted, hogy nem találok meg? Nem kellett volna összeszűrnöd a levet az lappánkkal. Istenem! Ne! Ne! Katrin, maradjanak a vonal mögött! Most ne, kérem, húzodjanak hátrébb, hátrébb. Csak Mike, mit találtatok, fiúk? Ezt a fickót agyonverték. Eltört az orra. A szemét kinyomták. Akarod tudni a nevét? Shang Kim volt. A világbajnok karatés? Más egyéb? Van. Van egy különös vágásanyag. Szemtanúk? Nincsenek. De a parkolőre azt mondja, hogy Shang egy lányjal volt, amikor bejött. Nem találtuk meg sem őt, sem a kocsit. Adj ki körözést a kocsira, a lány személy leírásával együtt. Őrmester, a kapitány keresi a rádiót. Nagyszerű. Mi jöhet még? Mintha megverték és megerőszakolták volna. Az a szemétláda kiszúrta a szemét. Mike, személyesen gondoskodj róla, hogy a fotós lefényképezze, és tarts távol a riportereket. A laborjelentést pedig kérem az íróasztalomra. Megkapod. Remélem, nem fújtátok le a hátunk mögött. Azt mondtátok, az esély 3-1. Mindjárt itt lesz. Mennyi a tét? $1000.
Honnan szedtetek ennyi pénzt? Borravaló. Van fedezete? Ez sosem gond. És erre van fedezete? Rendben, a szabályok ismertek. Sem fegyver, sem kés, sem tégla, se semmi más. Ne feledjétek, ha valamelyikőtök ez a földet érinti, vége. Eljött a szórakozás ideje, készítheted a betegbiztosításodat. Szegény kis medve, bocsom. Elkezdakítsalak anyuti szokjájától. Most kezdődhet a játék. Készen vagytok? Harc! Igen, jól van. Bojátszák! Medve! Gyerünk kaptál! Medve! Gyerünk be! Medve! 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 Eszméletlen, igen! Gyerünk, rúg le medve, kapd el! Gyerünk, le tudod győzni! Gyerünk, medve, kapd el! Gyerünk, vesztettél, medve! Szemét, kurva! Ó, medve! Nem igaz. Ez az, igen! Kifogott rajtam a kis kurva. Ó, szegény kis mézes mackóm. Már is. Csak várd meg, amíg elmegyek a hűtőszekrényig. Az Istenit. Az Istenit. Hello, Em. Ideje mennünk el? Mi? Engedjen! Medve, öld meg ezt az állatot! Szerint az ember! Ez az! Öld meg! Kapd el! Ez az! Ah!
Marco, mit keres maga itt? Azt hittem, egy súlyos gyilkossági ügyben nyomoz. Semmi nyom, kapitány. Remélem, a labor talál valami érdekeset. Igen, már én is átnéztem az összes aktát, hát ha megtalálom az emberünket. Jó, tegyenek félre minden ügyet, amíg ezt nem tisztázzák. A polgármester nem száll a nyakamról addig. Tudják, mit jelent ez? Igen, teljesíteni kell a parancsot. Mindegy, hogy hogyan, de hozzák be a fickót. És mindig tájékoztassanak, hogy legyen mivel a polgármesternek megetetni az újságírókat. Egész nap a kontra várnak. Ha valamit eltolunk, fejek fognak lehullani. Igen, uram. Ó, elnézést. Nem vettem észre. Semmi baj. Mindenkivel előfordul. Elnézést a karambolért. Felugorhatna hozzám egy italra, hogy megbeszéljük a dolgot. Itt nem lehet ilyesmit kapni. Szamurájkardot. Szeretném Krisztinek megvenni. Akkor el kell mennünk egy szamurájboltba. És te mit veszel Krisztinek a születésnapjára? Nem tudom. Még nem találtam ki. Jó lesz a siet, mert holnap lesz a nagy. Igen, tudom. Hello, Ann. Ann, most velem kell jönnöd. Hey! Maga megőrült, az én nevem nem Ann. Kriszti! Ide figyeljen. Nagyon kedves volt magától, amit a múltkor értem tett, de nem hiszem, hogy... Kriszti, rossz hírt hoztam. Mi az? Nézze... Hadd mondjam el egyszerűen. A húgát meggyilkolták. Azonosítania kell a holttestet. Valószínűleg téved. Kriszti, én is remélem. Jöjjön le az állomásra és nézze meg. Szeretném figyelmeztetni, hogy nagyon erősnek kell lennie. Mutassa. Istenem, Karen! Édes Istenem, Karen!
máshogy nem tudunk semmit. Sajnálom. Karel, Karel! Idegeid lehetnek, ha ilyen ruhába érsz ide. Talán keresel valamit? Téged kereslek, Lee. Christy Jones. A vörös sárkánytól. Mi a helyzet? Hallom, egyenesbe jöttél. Még mindig vered a nőket, Lee. Hallom, elfoglalt vagy mostanában. Ki küldött ide? Gloria? Igen. Biztosan ő kért meg. Lehet, hogy másképp adta elő. De hidd el, ha mondom. Úgy könyörgött, hogy megtegyen. Kielégítettem a hölgyet. A húgomról beszélek. Szétrugom a seggedet. Nagy hiba. Vörös. Hagyják abba! Kriszti, mi az ördögön csinál? Kő az a fickó! Nem akarom hallani, tartsa meg az őrszobáig! Kriszti, aggódtam maga miatt. Ahogy kiviharzott a hullaházból. Hol volt? Szerettem volna egy kicsit egyedül maradni. Szálljon be a kocsiba. Nem akarja megmondani, miért ment a sasokhoz és verekedett meg Lee-vel? Valamit tennem kellett, Nick. Karent Lee ölte meg. Ezt meg honnan szedte? Azért hívják magukat sasoknak, mert Lee a saskarom kung fu mester. És? Aki Karent megölte, szintén saskarmot használt. Lee és a haverjai már sok lányt megtámadtak a parkban. Nézze, hadd osszak meg magával néhány bizalmas információt. Tanulmányoztam a harci művészeteket, és bárki is tette, valószínűleg nem a sasok technikáját használta. A jelek mások. Nem tudom, mi lehet ez, de van egy ötletem, kitette. Álljon meg a menet! Lehet, hogy Lee más kungfu stílust is ismer. A legtöbb áldozat körm alatt megtaláltuk a gyilkos bőrfoszlányait. Nem egyeznek Lee bőrével.
tehát nem Lee volt. Nem, Kriszti. Nézze, Lee kis stílű. Bolti tolvajlás, alkalmi betörések. Egyáltalán nem hasonlít arra, akit keresünk. Sokkal simábban tudnánk lefolytatni a nyomozást, ha távol tartaná magát tőle. Tudom, hogy csalódott, de bántódásra esett. Hiszen nem rendőr. A maga húga pedig nem halt meg. Nézze, nagyon sajnálom, Karen. Igazán sajnálom. De ezt nem teheti, Kriszti. És ha támadna valami újabb ötlete, kérem, előbb hívjon fel engem. Menet közben folyamatosan fogom tájékoztatni. Most pedig menjen haza, vagy a dutyiba záratom. Rendben? Igen. Jól van. Nick, mi az ördöglet művelsz? Együttműködöm a polgárokkal, hogy megoldjuk az ügyet. Hihetetlen, hogy csak úgy kiengeded innen, megint. Van valami közöttök egymáshoz, mi? Ugyan, Mike, ez egy rendes kölyök. És segítségre van szüksége. Ráadásul így a szememet is rajta tarthatom. Értem, és remélem tudod, mit csinálsz. Nem hiszek a zsaruknak. Még nem tartóztattak le senkit. Én voltam az egyetlen oka annak, hogy Lee-t bevitték. Mi a felének mentél el hozzá? Amikor Karent behozták, ezek a saskarmok voltak a nyakán. Lee az egyetlen, aki ilyen vonalakat tud húzni. Kb. 3 hónappal ezelőtt néhány fickó a klubból verekedett egy csinos szőkével, és azt hittem, ki tudom őket békíteni. Mi az ördög? Oldalról támadtak, különben már halott lennék. Ki tette? Valami Raiko nevű fickó a Maniacs-től. A Maniacs-től? Az egy punk horda. Csak volt egy punk horda. Most már egy agyalágyút horda, aki azt csinál, amit akar. Meg akarok küzdeni velük. Ki akarom nyírni ezt a Raikót? Abban a pillanatban, ahogy felbukkanok, kezdhetitek számolni a temetésem költségeit. Akkor te menj el. És hívd el a fiúkat, hát ha be kell segíteniük. És még egy szívességet. Szólj Nicknek. Az ott Raiko. Hol van Jimmy? Az udvaron. Nem tetszik ez nekem. Kezdjük el. A játékszabályok változatlanok. A nyertes mindent megkapja. Kriszti, halott ember vagy! Te vagy az egyetlen, aki megverte Lee-t. Szeretnék feltenni néhány kérdést a húgom halálával kapcsolatban. Ti aztán jól átvertetek. Így nem köthetünk üzletet. Fogják a pénzüket. Ne hívjanak, ne keressenek, nem akarom látni magukat. Lee a barátom. A húgod haláláról pedig nem tudok semmit. Csak szeretném szétverni a fejed. A válasz rossz. Seggfej! Mi te vigyázz a szádra! Majd én elintézem. Hé, gyerünk, rosszágyom! Gyerünk! Gyerünk! Hagyjatok! Jó, adj le! Gyerünk! 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 Gyerünk!
Elég volt, fiú, függesszétek fel. Sorakozó a falnál, le vagytok tartóztatva. Na, mozgás! Maga szervezte a találkozót. Nézze meg, banda háborút akar kirobbantani. Megpróbáltam húzni az időt, de lerohantak minket. Van még mit tanulnia. Tedd szét! Szeretném, ha tudnál, mennyire sajnálom. Köszönöm. Karen igazán nagyra becsülte magát. Szerettem tanítani. Tehetséges diák volt. Nick, a hölgy Dr. Simons. Karen egyik tanára volt a főiskolán. Kérem, szólítson Jennifer. Nick DiMarco, őrmester. Mit tanít? Pszichológia. Találtak már valamit? Letartóztattunk néhány gyanúsítottat, de a labor eredmények negatívak. Lehet, hogy egyszer megkérem, jöjjön be. Talán tud segíteni. Biztosan. Ha bármire szüksége van, csak hívjon. Az irodámban bármikor megtalál. Jó, köszönöm. Kriszti, ha végzett, várja valami az őrszobán, ami lehet, hogy érdekelni fogja. Mi az? Találtam valakit, aki a harci művészetek specialistája, segíteni fog azonosítani a jeleket. A harci művészetekben nagyon sok ütés mintázza az állati karom technikáját. Például a tigrismancs. Kérem. Amelyet mindig ütésre, tépésre használnak. Aztán a saskarom, amit megragadásra. Az imádkozó sáskát ütésre és döfésre. Ön szerint mely technikát használta a gyilkos? Egyiket sem. Minden tiszteletem az öné, uram. De úgy tűnik, a gyanúsítottak listája igen hosszú. Pont ellenkezőleg. Ez az ütés a kínai sárkánykarom egyik ritkán látott variációja. Okinawa szigetén fejlesztették ki, közvetlenül a háború előtt. Köszönöm. És mindössze három amerikai ismerek, aki használja. Meg tudja mondani a nevüket? Persze. Igazán vicces. Mit keresnek maguk ott? Mr. Stewartot keressük. Mondják meg, hogy kicsodák, vagy hívom a rendőrséget. Nyugalom. A rendőrségtől jöttünk. A szomszédja vagyok. Belekeveredett valamibe? Nem látta? Nem. Már több mint három hónapja elutazott. Nász útra. Én vigyázok a házra és sétáltatom a kutyáját. Történt valami vele? Nem. Lett volna néhány kérdésünk, de várhat. Köszönjük. Tessék. Joe Patronét keresem. Majd én beszélek vele, Michel. Ki maga, valami ügynök? Rendőrség. Láthatnám őt? Én vagyok Joe Patroni. Mit akar? Megértetted? Persze. Jó. A fenébe is, ott egy zsaruk. Foglalkozzatok vele. Addig eltűnök. Ne aggódj. Órát akar venni? A főnökét akarom látni. Nincs itt. Akkor talán megnézem magam. Nem, nem. Úgy látom, ingyen órát szeretne. Fiúk, tanítsátok meg egy-két fogásra! Hova siet annyira? Szívi, nem tudom, mit akarsz, de ki kell jutnom innen. Ne olyan gyorsan, Szívi! Nézd, nem akarok egy lány megütni. Tűnj el az utamból!
Jogukban áll befogni a szájukat. Tegyenek egy szívességet, pofa be! Hé! Hey, mi az erdeget csinál? Pofa be! Lenyűgöző. Gyerekjáték. Na, melyik őtök rom? Ő az! Egyszer még elkaplak benneteket. Van egy jó hírem és egy rossz. Akkor mondd el először azt az istenverte rossz hírt. Vista nem a mi emberünk. A labor eredmények negatívok. Tudom, az előbb jártak itt a laborból. Ennyit húl is te járól, mi? Igen. Behívtam a pszichiátert a főiskoláról. Remélem rávilágít egy-két dologra. Jó ötlet. És milyen jó híred van? Szereztem jegyeket a holnap esti meccsre. Középre az 5. sorba. Ó, nagyszerű! Di Marco őrmester? Már itt is van. Azt mondod, pszichiáter. Nyugalom, fiú. Dr. Simons, kérem, fáradjon be. Bemutatom a társamat, Mike Thompson nyomozó. Dr. Simons. Örülök, hogy találkoztunk. Szereti a kosárlabdát? Nem. Mike éppen indulni készült. Foglaljon helyet, kérem. Örülök, hogy megismerhettem. Hozhatok valamit inni, kávét vagy szódát? Köszönöm, nem kérek. Rendben, akkor ugorjunk fejest. Két kivétellel minden áldozat nő. Mindegyiknek eltörték a légcsövét, és mindkét szemét eltávolították. A későbbi áldozatoknak több csontját is eltörték. A kart, a lábat. Lehet, hogy megpróbáltak szembeszállni. Lehet, de az is lehet, hogy dühösebb lett. Néha megtörténik. Minden nőnek virágot találtak a testén. Iris. És mindegyik virágos ruhát hordott. Hogyan tört el a légcsövüket? Megvizsgáltuk a sebeket. Egy különleges harci stílussal azonosítottuk. De ennél több kell. Bármi, amit mondani tud, segíthet. Hát, a legtöbb veszélyes gyilkos gyermekkorában súlyosan bántalmazták, vagy elhagyták. Azért ölnek, hogy eljussanak bántalmazójukhoz. Ez a férfi valószínűleg bosszút akar állni egy nőn. Az anyján, a barátnőjén, vagy a feleségén. Nagyon gyakran a feleségén. Miből gondolja? Nézze ezeket a képeket. Ha nem ismerné őket, azt hihetné, rokoni kapcsolat van köztük. Egy nővel kapcsolatos a fixációja. Aki vörös hajú, fiatal, csinos. Ez nagyszerű. Ezek szerint minden vörös hajú, virágos ruhát viselő fiatal nő veszélyben van. Nem feltétlenül. Lehet, hogy ő öltözteti fel őket a rituálé részeként. De itt vannak a szemek. Miért tépte ki a szemeket? Nem tudom. De lehet, hogy ez is része a rituálénak. Édes Istenem. Rájött valamire? Még nem biztos. Doktornő, van egy pszichopatánk és egy csomó szem nélküli holttestünk. Ha úgy érzi, rájött valamire, kérem, mondja el. Lehet, hogy semmi. Van néhány páciensem, főleg megvert feleségek. Megkérem a titkárnőmet, hogy nézzen utána, aztán visszaszólok. Jó. Megkérem Krisztit, hogy nézze meg a saját ruháját viselje, Karen. Jó ötlet. Köszönöm. Hello, Mr. Robert. Jó napot, doktornő. Szia, Betty. Szia. Az asztalomon van még M. Taylor aktája? Igen, ott van. Jó. Egy perc is fogadom, Mr. Robert. Jó. Rendben.
Most végre megértettem, amit a pszichiátere már nagyon régóta mond. Jobbat érdemlek, és elhagylak. DiMarco őrmestert kérem. Nick, itt Jennifer Simmons. Azt hiszem, találtam valamit. Volt egy ügyfelem, akinek a férje professzionális boxoló. Nagyon erőszakos és goromba ember. És nem csak ez gyanús, hanem, hogy a nő mindig virágmintás ruhát hordott. És még azt is említette, hogy az íris a kedvenc virága. Most, a legutolsó találkozásunkor azt tanácsoltam neki, hogy hagyja el a férjét. Ha megtette, lehet, hogy a férfi beteges kísérleteket tesz arra, hogy megbüntesse ezért. Látta mostanában ezt a nőt? Nem. A legutolsó találkozásunk óta nem. Tudja, hogy hol lakik? Itt van a címe. Ha el akar menni a lakásukra, szeretnék magával menni. Nézze, Jennifer, ez a rendőrség dolga. Nick, nem tudom segíteni a továbbiakban, ha nem megyek el. Rendben. De parkoljon le az utcában, és várja meg, amíg odaérek. Értem. Köszönöm. Tiszta! Tiszta, gyerünk! Ellenőrizd az alsó szintet! Fent minden tiszta nálad? Sehol senki. Ez ennyi. Iris. Ilyenek voltak az áldozatok mellett. Azt hiszem, végül mégis elhagyta a férjét. És egyelőre nincs az áldozatok között. Lehet, hogy megszökött. Mike, hív ki a laborosokat, keressenek új lenyomatokat. Igen. Ezen kívül deríts ki, hogy milyen kocsija van a pasasnak. Ha ő a mi emberünk és Trehány volt, nagy szerencsénk van. Csak ön után. Rendben, Mr. Williams. Pénteken várjuk, viszonthallásra. Jó napot, segíthetek? Jó napot. Itt van Dr. Simmons? Nem, sajnos már elment. Ma már nem is jön vissza. Hagy neki üzenetet? Mr... Nem hagyok üzenetet. Egy régi barátja vagyok. Szeretném meglepni. Rendben. Fihány tizedes! Hey, mi van? Jennifer szerzett nekünk egy nevet és egy címet. Úgy néz ki, az egyik paciense a gyilkos felesége volt. Átkutattuk a lakást. Vettünk új lenyomatokat. Egyeznek? Hogy hívják? Paul Taylor. De általában Stingray néven szerepel. Ismeri? Nem, de hallottam róla. Meglehetősen brutális. Ezért is hívják Rájának. Egy pasasnak dolgozik, akit úgy hívnak, hogy Ludenski. Nagy pénzért. Tudja, hol találom meg? Van egy lakása a Southside-on, a Wagner sportcsarnokon túl. Jó, menjünk. Megállhatnánk előtte nálam. Kizár dolog. Versenyezzünk. Nem, a kocsimmal megyünk. Na végre, hol a fenében volt? El egész héten próbáltalak elérni. Elfoglaltságom volt. Mit csináltál? Nagy mes lesz pénteken, és nagyon sok pénzt tettem rá, Stingray. A fenébe! Megyek és megnézem, mitől vagy olyan fene elfoglalt. Biztos valami cafka. Hová mégy? Kérlek, Mirna, adj rajta a szemed a lakásra. De mindjárt megbeszélésed lesz Mr. Brownnal. Hova a pokolba mész? Akkor kérd meg, hogy jöjjön holnap. Engedj... Mr. Brown elment. Valószínűleg a raktárba ment. El tudna jönni esetleg pénteken? Mit szólna a hétfőhöz? Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Viszlát. Segíthetek? Ludenskit keressük. És maguk kicsodák? DiMarco őrmester, gyilkossági csoport. Hol van Demski? Elment valahova, jöjjenek vissza később.
Ez ő? Igen. Csinos, mi? Igazi szívtipró. Ha találkozik a főnökével, kérje meg, hogy hívjon föl. Megteszi? Önnek bármit. Zingley! Én vagyok Lou! Azt innéd van bejáró nője, hiszen zsákszámra keresi a pénzt. Mi ez? Miért őriz Stingray szemgolyót az akváriumában? Ez meg mi? Mária. Engem keresel, Lou? Hello, Stingray. Azért jöttem, hogy megnézzelek. Nem jöttél el a találkozóra Fili embereivel? Mondtam már, hogy dolgom volt. Igen, azt látom. Valóban. Úgy értem, tudod, megbeszélhetnénk. Régi barátok vagyunk. Nem kellett volna idejönnöd, Lou. Nagyon jól éreztük magunkat ennel, amíg fel nem bukkantál. Te megbolondultál. Hiszen meghalt. Nem úgy gondoltam, hanem, hogy ki vigyázott rád, amikor visszajöttél Japánból? Én! Tudod, hogy ezt is megbeszélhetjük. Senkinek sem kell tudni róla. Elrejtenénk a holttestet. Elrejtenéd a holttestet? Elrejtenéd Ant? Ide figyelj, csak segíteni akarok, Stingray, tudod? Régi barátok vagyunk. Nem törődtél sem Ennel, sem velem. Mindig csak a pénzzel törődtél. Úgy látom, itt vannak a cápák. Ki az ördög küldte ide ezeket az újságírók? Hé, ez Lou Demski, aki... Elnézést, nem nyilatkozunk. Miért? Hadd tudjuk meg, mi folyik. Majd megint becsapodott a meggyilkos? Halljuk, halljuk. Menjenek hátrébb! A fenébe is! Képtelenség, hogy most feszítjük el a célnál! Nem lehet, hogy felbosszantottuk Stingrayt? Nem. Sokkal valószínűbb, hogy Demski bosszantotta fel Stingrayt. Meg kell találnunk a rejtek helyét, mielőtt még másokat is megöl. Kikerestem Demski és Stingray összes címét. A raktár valószínűleg valamelyikük nevén fut. Ez jó ötlet. Én viszont visszamegyek a doktornőhöz és meglátogatom Krisztit is. Lehet, hogy ismeri Stingray edzőpartnerét. Valakivel csak edzenie kell. Nick? Jennifer vagyok. Találtam valamit. Egy levélkét a páciensemtől, Stingray feleségétől. És egy kis üveggel a kedvenc parfümjéből. A levélben ez áll. Minden nagyon köszönök. Végre meg tudtam tenni. Majd jelentkezik. Nem mondod semmit a lakásról, amit felhasználhatnánk? Például különös zajok, vagy illat. Semmi mást? Nem, semmi ilyesmit. De ha bármit megtudok, azonnal szólok. Kösz, Jennifer, rövidesen találkozunk. Rendben. Betty, miért nem? Betty? Betty? Betty?
édes Istenem! Minden maga miatt történt. Nem tudom, miről beszél. Nekem ne hazudjon! Mindent elmondott a levelében. Valóban. Azt nem mondta el, hogy mennyire szerette. Nem! Csak annyit írt, hogy már nem szeret. És hogy nem akar többé velem élni. Ne legyél nevetséges, édesem. Paul. Hát persze, hogy szeretlek. Persze, hogy szeretlek, édesem. A kedvenc parfümöd van rajtam. Isteni az illatod. Főzök neked teát. Jó. Főzök neked teát. Jó. Jó. Hm? Aztán pedig megmasszírozzak, jó lesz? Nem! Nem! Foglak ölni, mert át akarsz verni. Gyere, mami. Játszani szeretnék. Ne hagyjál soha. Mami, jó fiú leszek. Mami, jó fiú leszek, megígérem. Paul! Viselkedj rendesen, különben elhagylak! Hányszor kell még mondanom, hogy viselkedj rendesen? Hányszor kell még mondanom, hogy takarítsd ki a szobádat? Ne haragudj, mami! Többé nem fordul elő, ígérem. Ha jó fiú leszel, főzök neked vacsorát. De viselkedj rendesen, maradj csöndben. A frigiderben nincs ennivaló, Paul. Te most szépen itt maradsz. Legyél jó kis fiú. A mami elmegy és hoz ennivalót. Rendben? Rendben. Mami? Ne menj el. Majd én bevásárolok. Kérlek, maradj itt. Amíg megjövök a boltból. Jó így, mami? Jennifer, ott van? Halló! Hall engem! Jennifer maga az? Olyan furcsa a hangja. Segítsen!
Elkapott! Miről beszél? Ki kapta el? Stingray elkapott! A régi rekoraktárban vagyok, a 10. és a 18. utca sarkán, hívja a rendőrséget! Már is hívom. Siessen! Metropolitan rendőrség, segíthetek? Igen, jól figyeljen. És szeretném, ha átadna egy üzenetet Di Marco őrmesternek, sürgősen. Azt üzenem, hogy Stingray fogva tartja Jennifert a régi rekordraktárban a 10. és 18. utca sarkán. Sikerült felírnia? A régi rekordraktár a 10. és 18. utca sarkán. Megjöttem. Megvettem mindent, amit kértél. Fantasztikus a vacsoránk lesz. Mami. Jennifer, rohanj! Te velem jössz. Thank you.
Állj, rendőrség! Kipajtás. Lélegezz! Lélegezz, Mike! Az Isten itt lélegezz! Lélegezz! Mike! Lélegezz! Lélegezz, Mike! Hogy érzi magát? Hát, még fájított. De az orvosok azt mondják, hogy még élek, szóval... Jól nézel ki. Ah, kösz. És hoztam egy kis tyúkhús levest. Ettől sokkal jobban fogod érezni magad. Köszönöm. És? Nem találták még meg? Még nem. De ne aggódj. Elkapjuk. Jennifer, ha bármire szüksége lenne, itt áll egy őr az ajtó előtt. Bármikor fel tud hívni. Legyenek óvatosak. Huszonnégy órás őrszolgálatot akarok. Nem mehet be senki. Igen, uram. 24 órásat. Ugrott az ebédem. Hogy van a keze, Kriszti? Egyre jobb. Jó. Megölöm, Nick. Ne aggódjon, elkapjuk. Ezek a rohadt liftek mindig elromlanak. Menjünk le a lépcsőn. Mit akar, Doki? Ah, mi az? Ott felejtettem a napszemüvegemet. Menjünk vissza érte. Valami nincs rendjén. Gyorsan! Halott. Arra menjen. Dobja el a fegyvert! Dobja el a fegyvert! Mi lesz már? Thank you.
Ne félj, Stingray! Rajtad tartjuk a szemünket! Igen! Viszlát! Tudod, Hugi, elkaptuk. Soha többé nem fog tudni bántani senki. De fogadni mernék, hogy te már tudod. Szeretlek, Karen, és nagyon hiányzol. Jól vagy? Kriszti, most, hogy ez az egész véget ért, szeretném tudni, igaz, tőled függ, hogy továbbra is a vörös sárkányokkal maradsz. Mert akkor sokat aggódnék miattad, és nem szeretnék. Tényleg úgy gondolod, hogy jelentkeznünk kéne a főiskolára? Már mondtam, haver, túl magas az IQ-unk. Ne vessetek csak, mindhármatokat beirattam, hétfőn lesz az első nap. És neked? Nekem nem. Dehogy nem, téged én irattalak be. Ez az!